Berlinben a legnagyobb katonai és állami tiszteletadással fogadták Alexander Vučićot. Elhangzott a két ország himnusza is. Ezt követően munkaebéden vettek részt a szerb miniszterelnök és a német kancellár. A szerb kormányfő még több németországi befektetőre számít az országban. Ennek érdekében a reformok minél hamarabbi megvalósítására törekszik majd, mondta Vučić. Nemačka je najveća i najvažnija, najvažnija zemlja iza nas i ja to ne mogu da krijem u celoj Evropskoj uniji. Mi smo mala zemlja da bismo mogli da kažemo da smo partner Nemačke, ali želimo da budemo saveznik Nemačke. To znači da ćemo i sebe morati u mnogome da menjamo, da ćemo morati da budemo bolji i da ćemo morati da držimo do svoje reči. Jelentős eredményt ért el Szerbia az eurointegrációs folyamatban, de további erőfeszítésekre van szükség, emelte ki Angela Merkel, német kancellár. Što se tiče nemačke strane, da će privredna saradnja sa Nemačkom zavisiti od transparentnosti, od toga koliko će pravna situacija u Srbiji biti stabilna, ali mislim da se tu mnogo toga već radi. A német kancellár további segítségnyújtást ígért a szerbiai árvízkárosultaknak. Csütörtökön a szerb kormányfő német vállalkozókkal találkozik majd. Szerbiában egyébként több mint 300 német cég van jelen. Az összesen mintegy 1,5 milliárd eurós befektetéssel 25 ezer embernek adnak munkát. A két ország közötti kereskedelem forgalma eléri a 3 milliárd eurót. Június 28-án a nyugat-balkáni országok minisztereit egy közös tanácskozásra hívta a német kancellár.